Ebben a musical comedyben az összezártság minden kellemetlen és gubancos helyzete előjön. A hat személy egóját dominálja, miközben a pszichológust várják, aki azonban nem jön. Natasa egy látszólag csacska, Bugyuta egy unatkozó feleség típus, akinek azonban megvan a magához való esze. Ilyen együgyű teremtésnek tűnik, de hát azért ez a történet jó sok csavarral rendelkezik, úgyhogy azért Natasának is így a történet során szépen felszínre kerülnek tehát felszínre kerül a többi személyiség jegye, és én azt gondolom, hogy ő egy szerethető ember, azért az összes többiek öten mindenki egy-egy pillanatban megbántja a másikat, vagy egyszerre több embert is. Most, ha így gyorsan belegondolok, szerintem Natasa az egyetlen, aki egyikőjüknek sem mond bántó, vagy adott esetben sértő megjegyzést, tehát ő azért egy tiszta lelkű nő. Ezeknek az embereknek beszélni kell lelki terheikről, ez azonban nem könnyű. Az természetes, hogyha ennyi ember együtt jár egy terápiára, és megnyílnak egymás előtt óhatatlanul, hiszen maga a helyzet azért van, legyen bátorságuk beszélni önmagukról, a terheikről, és hogy lehetőség szerint foglalkozásról foglalkozásra képesek is legyenek abból letenni valamennyit, így nyilván össze is rázódnak ezek a közösségek. Én nem jártam még csoportterápiára, de különböző terápiákra igen, szerintem őrületesen jó dolog, és én magam nagyon-nagyon hasznosnak érzem azt, hogy ne csak a fizikumunkkal foglalkozzunk, hanem a lelkünkkel is. Szerintem ebben a magyar társadalom eléggé el van maradva. Én szoktam azt mondani, hogyha tehetném, én úgy élnék, mint Woody Allen hősei, hogy hetente ott feküdnék egy szakember kanapéján, és mondanám, hogy éppen mi az, ami nagyon foglalkoztat. És ez nem azért van, mert az embernek nincsenek a környezetében olyan emberek, akikkel tudnak kommunikálni, de én igenis azt gondolom, hogy lehetnek az embernek olyan gondolatai, meg olyan elakadásai, amit nem a férjével, nem a testvérével, nem a szüleivel, nem a barátaival akar megbeszélni, hanem egy vadidegen embernek jó elmondani. Súlyom az pont jó, csak a táblázat szerint még nőnöm kéne 20 centit! De jó! Te mindennek így örülsz, Sipke Józsika! Ez annyira tüki. Mi? Azt, hogy lefeküdtem egy pszichiáterrel, annak ellenére, hogy alacsony vagyok? Hát ez tényleg tüneményes. Jaj, drágám, nincs a nap a szemmi. Én is folyton a mérleget bámulom, de folyton. Tudtam, hogy szóba fogjátok ezt hozni, és meg is értem, de azt, hogy így a képen bevágjátok, azt nem gondoltam volna. Persze, köszönöm. Kell a szembesítés, még így ennyi ember előtt is. Még jó, hogy mindjárt elbőgöm magam, de az legalább égeti a zsírt, nem? Meg egy kis sót is vesztek vele! Vagy ne szívd merre! Nem is tudnám! Itt az a gubanc, hogy nem jön a terapeuta. És ott vannak ezek hatan összezárva, és egymásnak kezdik el mondani a problémáikat, illetve egymásból kezdik ilyen-olyan úton, ilyen-olyan módszerrel kicsikarni, hogy ki miért van itt. És az a komikus benne, hogy többen azt gondolják, hogy nem azért vannak ott, ami egyébként a valódi problémájuk. Tehát komoly elakadásaik vannak önismeret terén. Ha már nincs feljebb, akkor ki kell szállni. És csak úgy ott hagytad az egészet? Ja. Most begyógyász vagyok. De minden erővel pszichiátert akartak belőlem csinálni. Azt a figyusz, hogyha te ilyen dokker vagy, meg voltál már ilyen tarcikom, dumciznál egy pöppet erről. Aha. Mi van? Hát, hogy mi lesz itt, meg hogy mi ez az egész, meg mit kell csinálni, ha jön az orvos? Jó, ha vetkőzni nem kell. Ne örüljél! Először mindenki mesél magáról, meg hogy mi a baja.
Már aki nem látszik, aztán az orvos megkérdez minket, hogy mi a véleményünk. Tehát te mondjuk elmondod, hogy meleged van, én meg erre azt mondom, hogy akkor talán nem a Woman's Secretben kéne venned a ruháidat, mert te bőgsz egyet, és akkor jobb lesz. Aztán a doki azt mondja, hogy ez azért van, mert apádék elváltak, te meg a nagyanyádéknál laktál. Erre te odaadod a fél fizetésedet, és azt hiszem ennyi. Nem tudom, van még valami? Szereti a darab zenéjét is, csak azt sajnálja, hogy nem élő zene megy az előadás alatt. Szerintem ez egy nagyon szórakoztató előadás. Jók a tapasztalataink, szereti a közönség. Nagyon szeretem Bolba Tamás zenéjét. Igazán sajnálom, hogy nincs lehetőségünk élő zenével játszani, mert hallom a zenei alapok hangszerelésén, hogy milyen igényes, milyen komoly minőségű zenei alapokat készített a zenésztársaival, és hallom benne a lehetőséget, hogy ez milyen klassz lenne, hogyha mondjuk egy 8-10 tagú zenekarral megszólalna, de remélem, hogy van olyan színház, ahol van lehetőség az élő zenére. Ezer év múlva, csak nekem van olyan bazi nagy pehem, hogy hibernálódik a nagy terekem, kiásnak, és az összes címlapom hatalmas betűkkel ki van írva, hogy megtaláltál! Yeah! És szerep van, hogy becézni ezt a jettit? Igen, egy van, egy nagyon jó azon. Na halljuk! Zsuzsi! Jó, akkor legyen Zsuzsi mostantól. Zsuzsi, szia Zsuzsi! Szia Zsuzsi! És Zsuzsi, mi a problémád, Zsuzsi? Azon kívül, hogy mindenki utál? Hát most inkább azon belül. Hát, hogy mindenki utál. Ez most csak ennyi, próbáld meg bővebben kifejteni. Úgy érzem, hogy senki nem ért meg. Ez most hogy érted? Hát, hogy senki nem vesz komolyan. Hát most viccesz, ugye? És mindenki hazugnak tart. Ezt azért nem hinném! Hát már úgy érzem, hogy az én kisebb rendőrségi komplexusom a legnagyobb ezen a világon! Humoros részletek, váratlan szituációk sora teszi izgalmassá a produkciót. Mindenki küzd valamilyen problémával a rendkívül mozgalmas előadás során. Sziszi a másik különc figura. Mindenkinek megvan a maga baja, a maga sajátossága. Ez színészileg, ez mindenkinek egy nagyon, nagyon hálás feladatot ad, ahogy a saját problémáját, állapotát, betegségét kibontja. És ez egy nagyon komoly összmunka, tehát színészileg majdnem végig hatan vagyunk a színpadon, és nem csak egy partnerre kell figyelni, hanem mind a hatunknak folyamatosan a többieket be kell venni, rengeteg végszó, rengeteg jel, ugye zenés előadás, rengeteg koreográfia, ez egy nagyon komoly színházi összmunka. Vajon a színész Benedek Dániel eddigi élete során érzette már hasonló kényszerszerű bezártságot, amikor a sok jó ember kis helyen is elférnek kellett volna érvényesülnie? Bírta-e, mi lett a végkifejlet a valóságos életben? Amit ehhez tudok kötni, ugye színművész szak az egyetemen, ahol egyszer csak mindenféle különböző embert felvesznek oda, és onnantól kezdve éveken keresztül össze vagyunk zárva egy kis próbateremben és a kis kollégiumban, és ott a mélyére kell menni, és mindenki a saját lelkét boncolgatja. Az nagyon hasonló ehhez, és ott is nagyon-nagyon komoly barátságok születnek, és életre szóló emberi kapcsolatok, pont emiatt, hogy mit éltünk meg együtt. Az ehhez hasonló. Édes Istenem, annyira, de annyira gáz vagyok, persze, megértelek titeket. Persze, hogy gyűlöltök. Persze, hogy a torkotokban van az az érzés, hogy miért engem ver a sors ezen a szerencsétlen, nem normális
Kiállhatod! Bocs. Tudnál esetleg úgy jönni nekem oldalt, tehát, hogy ne velem szemben? Ja, persze. Miért? Hát, hogy a többiek is lássanak. Elvégre egy csodálatos, gyönyörű nő vagy, csepet sem kövér, tele vagy kedvességgel, bájjal és bacillusokkal. Úgyhogy, ha megengedem. Igen, ülj egy kicsit. Szuper! Na, lássuk is, hogy a... Tudnál esetleg egy kicsit még távolabb ülni? Igen. Ott már majdnem jó. Mondom, majdnem. Menjek még? Igen, légy olyan barátom, jó? Jó, hát akkor megyek. Szuper, köszi. Ügyek! Nagyon szépen köszönöm. Igen, ott, hogyha lehet. Igen. Ez egy zenés vigyáték, nagyon sok dal van benne. Folyamatosan segít megtartani az előadás lendületét, a hangvételét. Én nagyon szeretem a zenés műfajokban, hogy az egy nagyon érdekes színészi jelenlét, hogy megy egy prózai jelenet, és azt rá kell fordítani, egyszer csak el kell juttatni oda a jelenetet, hogy már nem lehet tovább beszélni, most már csak énekben lehet kifejezni ezeket az érzelmeket, mert ott tart a karakter, és onnan tovább kell menni prózába, és ez nem lehet nagyon távol egymástól. Ez is egy nagyon izgalmas feladat. A reménytelen kísérletű önkibogozások csoportosan elkövetett őrültségé fajulnak, így mindez receptre felírható vígjátékot eredményez a nézők számára. A csoportterápiát a kaposvári Csiki Gergely Színház társulata hozta el a Pécsi Nyári Színházba, a Káptalan kertbe. A 4-es terem helyett a 6-osba. Ez nem a színjátszó szak? Hát, nem ám! Az baj, mert én oda jöttem, de az imént az egy kitalált jelenet volt, ugye? Még szép, hogy nem! Mi? Akkor ő tényleg ennyire? Látjátok? Olyan gáz vagyok, mintha jelenet lennék! Bocsánat, akkor én megyek, semmi gond, ezek szerint 20 percet kések, minden oké, gazdagabb lettem egy csodálatos történettel, egy külső allulitis, mert ezzel szerint cirka 4 millió baktériummal, és kb. Ugyanegy kórokozó támadhatott meg, de semmi baj, mert legalább még nem perforálódtak a cisztáim, amiket egy oldalat szereztem. Hát köszönöm szépen, és jobbulát kívánok magamnak!